könnyektől csillogó szemmel énekelték közösen a magyar himnuszt azok a határon túli magyarok, akik pénteken kisebb ünnepség keretében tették le hivatalosan az állampolgársági esküt. Közel 40-en érkeztek a Városháza dísztermébe, akik maguk kérték, hogy itt Győrben válhassanak nem csak lélekben, de papíron is magyarokká. Sajnos voltak olyan idők, amikor a lelki egységünk megkérdőjeleződött. Büszke vagyok ugyanakkor arra, hogy ma már összetartozásunk nem lehet kérdéses, és büszkeséggel tölt el az is, hogy a mai napon itt Győrben önökkel együtt ünnepelhetek. Fekete Dávid alpolgármester ünnepi köszöntőjében azt mondta, a közös nyelv és kultúra minden magyart összeköt, éljen akár Szlovákiában, Romániában, vagy akár az Egyesült Államokban. A frissen esküdtett magyarok pedig tovább gazdagítják a magyar nép sokszínűségét. Önök az elmúlt években, évtizedekben is bizonyították magyarságukat, sőt, ugye határon túl élők tekintetében ez még különösebb veszélyekkel is járt az egyes országokban. Én bízom benne, hogy most már itt a 2000-es években az Európai Unióban talán tudunk nyugodtabban és egy kicsit kiegyensúlyozottabban beszélni erről a kérdésről, és el tudjuk azt mondani, hogy igenis a határon túl élő magyarok számára is biztosítható az állampolgárság, biztosítható a szavazati jog, hiszen ők is a magyar nemzet polgárai, és ugyanolyan jogokkal kell, hogy rendelkezzenek, mint azok, akik a mai Magyarország területén élnek. Hogy Magyarországot hazámnak tekintem. A legmeghatóbb pillanatok, amikor a határon túli magyarok közösen tettek állampolgársági esküt, majd szép sorban egyenként a magyar állampolgárságot tanúsító oklevelet is átvették az alpolgármestertől. A híradónk által megkérdezett friss magyar állampolgárok azt mondták, vagy már évek óta Győrben élnek, vagy a közelmúltban érkeztek és itt képzelik el jövőjüket. Nagyon-nagyon jó és nagyon mély érzés ez. Az, hogy magyarrá váltam, az nem csak ettől a papírt, múlott, nem ezen függött, magyar voltam eddig is, tehát én magyar családban születtem, szüleim is még az akkori Magyarországon születtek, magyar neveltetést kaptam, de nagyon-nagyon sokat jelent, és nagyon-nagyon mély és meleg érzés ez. Eddig, amíg itt voltam, augusztus 4-e óta itt vagyok, minden jól alakul, és remélem, hogy továbbra is jobban, jól fog alakulni. Nagyon tetszik itt az egész a város, minden, nagyon szép, jól érzem itt magam, és továbbra is itt szeretném folytatni, és ha minden jól megy, akkor itt is szeretnék családot alapítani. Az ünnepség után még egy rövid kocintásra is volt idő, ami utána most már hivatalosan is magyar állampolgárok néhány hasznos ügyintézési tudnivalót hallhattak az anyakönyvi hivatal képviselőjétől.